Időben érkeznek a tankönyvek. Szabolcs-Szatmár Bereg megye 283 iskolájába 843 ezer darab könyvet szállítanak majd ki. Nyertes pályázatok, vállalkozói inkubátorházat épít, fejleszti a tékatábor területét, és ételszállító autót vásárol a nagykállói önkormányzat. Nyári véradó kampány. Az augusztus végéig tartó akció célja, hogy különböző nyereményekkel a nyaralások idején is szorgalmazzák a véradói aktivitást. Az iskolák időben, a szeptemberi kezdés előtt megkapják a tankönyveket, tájékoztatta szerkesztőségünket a Könyvtár Ellátó Nonprofit Kft. Ügyvezető igazgatója. A Kölcsei Televízió híradóját látják. Köszöntöm Önöket! Az intézmények több mint 13 millió tankönyvet rendeltek meg, ebből Szabolcs-Szatmár Bereg megye 283 iskolájába 843 ezer darab könyvet szállítanak majd ki. A könyveket az általános iskola első osztályától a középiskola első osztályáig, azaz a 9. évfolyamig ingyen kapják meg a diákok. Tavalyi könyvosztás az egyik megyei iskolában. Idén szeptembertől mintegy bruttó 12 milliárd forint értékű tankönyvet kapnak majd a diákok, a pedagógusok, az oktatási intézmények, valamint az iskolai könyvtárak. A teljes mennyiség 68-70%-át teszik ki az állami kiadású tankönyvek, amelyek átlagosan 670 forintba, a nem állami kiadású könyvek pedig 1476 forintba kerülnek. A Könyvtár Ellátó Nonprofit Kft. Raktáraiban már kiszállításra vár a csak nem teljes tankönyvmennyiség, ami meghaladja a 13 millió darabot. Augusztus 1-től augusztus 31-ig munkanapokon fog szállítani a kelló az iskolába és az oktatási intézményekbe. Ez gyakorlatilag 21 néhány szállítási napot jelent. Körülbelül 4300 iskolába kell leszállítanunk a tankönyveket ezen idő alatt, tehát ebből kiszámolható, hogy naponta több száz szállítmánnyal lehet számolni. Ezen belül Szabolcs-Szatmár-Bereg megyébe 843 ezer darab tankönyvet rendeltek 283 iskolába. Nyíregyházára 45 iskola rendelt tőlünk körülbelül 227 ezer darab tankönyvet. Az iskolák mintegy 13 millió 50 ezer tankönyvet kapnak meg, ebből mintegy 12 millió példány jut el a diákokhoz. 826 ezer az iskolai könyvtárakhoz kerül, 308 ezeret pedig ingyenesen biztosítanak a pedagógusoknak. Idei újítás, hogy az általános iskola első osztályától a középiskola első osztályáig ingyen kapják meg a tankönyveket a diákok. Idén a kormány döntése alapján a felmenő rendszerben bevezetett ingyenes tankönyvellátás tekintetében egy nagy lépésben tavaly elsőtől negyedik osztályig általános iskolában ingyenes volt a tankönyv minden diáknak. Idén nem az 1-5 osztályt lépi meg a rendszer, hanem idéntől, most szeptembertől már az első és a 9. évfolyam között, tehát a középiskolák első évfolyama is ingyen fogja kapni a tankönyveket, tehát minden diák ingyen kapja a tankönyveket. Ez azt jelenti, hogy függetlenül a diákoknak a családi helyzetére senkinek nem kell fizetni a tankönyvekért. Másik újdonság, hogy a kelló weboldalán létrehozott egy szülőfelületet is, amelyre a gyerekek adataival tudnak belépni. Itt megtekinthetik a tankönyvrendelések aktuális állapotát, valamint a középiskola három osztályát érintően akár online átutalással is kifizethetik a tankönyvek árát a szeptember 15-i határidőig. Vállalkozói inkubátorházat épít, fejleszti a tékatábor területét és ételszállító autót vásárol a nagykállói önkormányzat három uniós pályázat segítségével. A legnagyobb beruházás a bruttó 650 millió forintból felépülő inkubátorház lesz. A meglévő vagy betelepülni szándékozó vállalkozások számára ipari csarnokokat és irodahelyiségeket építenek. Így néz ki jelenleg az önkormányzati tulajdonban álló terület, amely később az inkubátorháznak ad majd helyet. Ezt a fejlesztést a Nagykállóban már működő, vagy az ide betelepülni szándékozó vállalatok és vállalkozások használhatják. Számukra csarnokokat, irodahelyiségeket alakítanak ki. A cégek 2-3 évig kedvezményes díjat fizetnek az általuk bérelt területért, ami segíti működésüket és a munkavállalók alkalmazását is. A beruházás nagyobb részét az épület felépítése teszi ki, de rendezik a területet és kialakítják a közműveket és az infrastruktúrát is. Négy
csarnokra gondolunk, itt könnyipari, fémipari, faipari vállalkozásoknak, illetve egy logisztikai raktárbázist szeretnénk szintén kialakítani. Van rá érdeklődés itt a helyi vállalkozók részéről, bízom benne, hogy pozitív lesz mindenképpen. Az ipari fejlesztések mellett fontos a turisztika élénkítése is. A tékatábornak helyet adó harangodon szociális beruházások szolgálják majd a táborozók kényelmét. Pályáztunk turisztikai fejlesztésre. A harangodon egy új szociális blokk fog majd elkészülni az Eckler Dezső tervei alapján, hogy ez fontos kiemelni, hogy a harangodon van egyfajta építkezési stílus. Azt fogjuk folytatni. Ez egy 100 millió forint körüli fejlesztés lesz, egy új épület, ahol a harangodra táborozni érkezők, illetve a harangodon minden nap pihenni vágyóknak a vizes blokk, szociális blokk, WC problémáit oldja meg. A harmadik pályázatot a helyhatóság egyik szociális intézménye nyerte el. 10 millió forint értékben egy ételszállító autót vásárolnak, amellyel az ebédkiszállítást lehet hatékonyabbá tenni. A nagykállói önkormányzat abban bízik, hogy az elbírálás alatt lévő pályázataik is nyerni fognak, és minél több fejlesztés valósulhat meg a kisvárosban. Véradó kampányt indította a Magyar Vöröskereszt és az Országos Vérellátó Szolgálat. Az augusztus végéig tartó akció célja, hogy különböző nyereményekkel a nyaralások idején is szorgalmazzák a véradói aktivitást. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében heti 500 egység vérre van szükség a műtétekhez és a baleseti sérültek ellátásához. Nyaranta minden évben csökken a véradások száma az év más időszakaihoz képest. Egy átlagos napon általában 1600-1800-an adnak vért. A nyári hónapokban azonban kevesebben mennek el a nagy meleg, a sokakat érintő allergia szezon és a szabadságolások miatt. Vérre azonban nyáron is szükség van a műtétekhez, a baleseti sérültek ellátásához, illetve a vérkészítményekre, transzfúzióra szoruló betegek kezeléséhez. Ezért indított véradó kampányt a Magyar Vöröskereszt és az Országos Vérellátó Szolgálat, nyári feltöltődés, tölts fel másokat is agyvért címmel. Aki elmegy véradásra és sikeres véradáson esik túl, kap egy hozzáférést, amivel be kell regisztrálni a www.véradás.hu weboldalon. Erről a tájékoztatást a sikeres véradáson meg fogja kapni. Aki nem annyira járatos az internet világába, azt javaslom, hogy kérje meg az ismerőseit, fiatalabb rokonokat, hogy segítsenek neki ebben, hiszen utazást lehet nyerni, amit egy sorsolással fognak eldönteni, hogy a nyári véradóink között kik lesznek azok, akik ezt majd megkapják. A különböző véradóhelyeink is készülnek a megyében különböző játékokkal, nyereményakciókkal, ajándékcsomagokkal. A véradók közt minőségi borválogatásokat, borkóstolókat, koncert és múzeumbelépőket, belföldi utazásokat is a főnyereményként egy egyhetes, kétszemélyes tengerparti utazást sorsolnak ki. Az országban egyébként nincs vérhiány, a megszokott vérmennyiséget azonban biztosítani kell az egészségügyi intézményeknek. A megyében heti 500 egységbérre van szükség ahhoz, hogy zökkenőmentes legyen az egészségügyi ellátás, tehát hogy ne kelljen elhalasztani semmiféle sürgős műtétet vagy beavatkozást. Én mindenkit arra buzdítok, hogy ebben az időszakban is maradjon meg az elköteleződése, hiszen az egészségügy az nem áll le ilyenkor sem. Augusztus végéig több mint 1000 véradást szerveznek országszerte, legtöbbet a Balaton környékén és a könnyűzenei fesztiválokon. A pontos helyszínekről a www.véradás.hu oldalon, vagy a Véradás Vörös Kereszt ingyenesen letölthető mobil applikációval lehet tájékozódni. Vonatgázolt el egy 21 éves fiatalembert szombaton éjszaka a nyírteleki vasútállomáson. A férfi 8 napon túlgyógyuló súlyos, maradandó sérüléseket szenvedett. A MÁV és a rendőrség vizsgálja a baleset körülményeit. Sárga szakállas vagy másik nevén Majot Maki született a Nyíregyházi Állatparkban. A csöpséget hamarosan láthatják, előtte nézzük a híradó további témáit. Elkezdte a felkészülést a Nyíregyházi Telkeklub együttese. Az NTK augusztus 5-én rendezi a 16. Kárpát kupát.
A Magyar Teke Szövetség tisztújító közgyűlésén Hakker Dezsőt a versenybizottságba, Finta Zoltánt pedig a stratégiai bizottságba választották be a küldöttek. Az U9-es korosztályban a nyíregyházi Ezüstcsikú KHE, az U13-as korcsoportban a szintén nyíregyházi Firúese, az U16-osoknál pedig a Napkor csapata nyerte Nyírteleken a Mezei Zoltán emléktornát. Sárga szakállas vagy másik nevén Majot Maki született a nyíregyházi állatparkban. A 3 hetes aprósággal együtt már 9 tagot számlál a különleges Maki család. A tenyészcsapat szinte test közelből látható a park Maki erdejében, ahol a Makik hatalmas, sarkantyús teknősökkel élnek társbérletben. Az éles szemű látogatók már felfedezik a nyíregyházi állatpark Maki erdejében a parányi Majot Makit, habár meglehetősen egybeolvad anyjával. A 3 hetes kölyök 130 napi vemhesség után született, s jelenleg még anyja hasán csimpaszkodva tölti mindennapjait. Az országban csak itt látható tenyészcsapat igen eredményes, hiszen minden évben születik utód. Igazi összetartó családról van szó, jelenleg 9 tagot számol ez a különleges csapat, és féltve védik minden egyes mozdulatát az apróságnak, aki főleg még anyatejjel táplálkozik, de hamarosan elkezd majd fogyasztani zöldséget és gyümölcsféléket is. A hely, ahol látható, hogy igazán különleges Magyarországon, hiszen a vendégek bemehetnek a makik közé, és szinte testközelből csodálhatják meg nem csak a Majot Makikat, de a velük társbérletben élő sarkantyús teknősöket is. A sárga szakállas makik a barna makik családjába tartoznak, és ott külön alfajt képviselnek. Természetes élőhelyük Madagaszkártól mintegy 400 kilométerre Majot szigetén található. A szinte folyamatosan mozgásban lévő főemlősök idejük nagy részét a lombok között töltik, de alkalmanként lemerészkednek a földre is élelem után kutatni. Kínosan ügyelnek a tisztaságra, nem csak a kicsi, de egymás bundáját is rendszeresen ápolják. 4 alsó metsző és 2 szemfoguk úgynevezett fogfésű talkot, valamint hátsó végtagjuk második ujján karmot viselnek, és azokkal távolítják el egymásról a meglazult szőrszálakat és az esetleges élősködőket. Élőhelyük elvesztése és a vadászat a sárga szakállas makikat is fenyegeti. A Természetvédelmi Világszövetség vörös listáján a mérsékelten veszélyeztetett kategóriába sorolták a fajt. Elkezdte a felkészülést a Nyíregyházi Tekeklub együttese. Az NTK augusztus 5-én rendezi a 16. Kárpát kupát. A Magyar Teke Szövetség tisztújító közgyűlésén Hakker Dezsőt a versenybizottságba, Finta Zoltánt pedig a stratégiai bizottságba választották be a küldöttek. A hagyományoknak megfelelően július 2. felében kezdték el a felkészülést a nyíregyházi tekézők. A Szuperligában legutóbb 8. helyen végző együttesből egyelőre hiányzik az elmúlt szezon legeredményesebb játékosa, Szlovenszky Tibor, aki térdműtétje utáni rehabilitációját végzi. Lesznek viszont érkezők, 3 olyan tekéző is csatlakozott a felnőtt kerethez, aki korábban már szerepelt a csapatban. Létszámilag mindenképpen eléggé bővül a Nyíregyházi Tekeklub állománya. Egy ifjúsági játékos érkezik Debrecenből, és idehaza pedig 3 régi játékosunk újra dobóállásba lép. Itt a fiatal korosztályból képviseltetik magukat, a Hetei Alex, az Éliás Gábor, illetve a Péter Dávid személyében. Úgyhogy mindenképpen ez egy jó dolog, hogy ismét növekedni tudunk. Most azt, hogy ők mennyire tudnak majd felpörögni, ahhoz néhány mérkőzésen majd át kell esni. A bajnokság sorsolása még ugyan nem tudatott, de vélhetően majd az 5. helyezett Szolnokkal fogunk megvívni, utána a 4. helyezett, a 3. helyezett, másik helyezett és az 1. helyezettel fogunk csatázni, úgyhogy azt lehet mondani, hogy ezek az újdonsült játékosainknak bőven lesz idejük majd felkészülni ezeken a mérkőzéseken, ahol abszolút nem leszünk majd a favoritok, úgyhogy semmiről nem maradtak le a fiúk, és bízom benne, hogy egy jó csapat fog összeállni Nyíregyházán. Célunk az, hogy a eddigi 8. helyezésünket, amit most legutóbb elértük, esetleg egyel sikerüljön túlszárnyalni ebbe a kicsit megerősödött mezőnybe. A nyíregyháziak 2 hét felkészülést követően először egy nemzetközi páros meccsen lépnek majd élesben dobóállásba.
augusztus első hétvégén rendezzük a 16. nemzetközi Kárpát-kupát, ekkor a Velkisár és szlovákiai csapatát fogjuk vendégül látni, egy férfi és egy női találkozó keretén belül, és augusztus 26-án az utolsó szombaton majd Sárisra fogunk menni a hagyományos Sáris kupára, és valójában ez lesz majd a bajnoki rajtnak a felvezető edzésmérkőzése. Az NTK már a bajnokság előtt elkönyvelhet két sportdiplomáciai sikert. A szövetség közelmúltban tartott tisztújító közgyűlésén Hakker Dezsőt a versenybizottságba, Finta Zoltán pedig a stratégiai bizottságba választották be a küldöttek. Az U9-es korosztályban a nyíregyházi Ezüst Csikó KHE, az U13-as korcsoportban a szintén nyíregyházi Filó Ese, az U16-osoknál pedig a Napkor csapata nyerte Nyírteleken a Mezei Zoltán emléktornát. A nemzetközi utánpótlás futballtornán három korosztályban 18 csapat 216 játékosa lépett pályára. Az egykori pedagógusra, polihisztorra, a hátrányos helyzetű fiatalokat felkaroló Mezei Zoltánra emlékezve szervezett utánpótlás tornát a Nyírteleki Fiatalok Egyesülete. Három korosztályban 18 csapat lépett pályára a város sportcentrumában. A szlovákiai nagysárosról egy, a romániai Szatmárnémetiből két együttes érkezett, így nemzetközi lett a rendezvény, amely több mint 200 fiatal futballistát mozgatott meg. Sok gyereket szerettünk volna megmozgatni, sok gyereket szerettünk volna összefogni. Először megyei szintű rendezvénynek indult, de aztán jöttek kapcsolatok révén bejelentkezések Romániából, Szlovákiából, és így lett nemzetközi ez a futballtorna. A város polgármestere szerint fontos, hogy a sporttal, azon belül a labdarúgással meg tudják szólítani a fiatalokat, akik számára a nemzetközi megmérettetések további inspirációt jelenthetnek. Ezeket az apróságokat, ezeket a gyerekeket nem csak megyei szinten, hanem nemzetközi szinten is megméretjük. Látjuk azt, hogy kiben van lehetőség, ki mennyit tud fejlődni, illetve a város tekintetében, hogy ne veszítsék el a kedvüket, mert ugye tudjuk, hogy az elején még a gyerekek nagyon-nagyon szeretnek focizni, aztán utána kicsi változás történik az életükben, lányok, buli, és ilyenkor nagyon nehéz őket megtartani, és azt gondoljuk, hogy így, ilyen tornákkal ezeket a srácokat a helyes úton tudjuk tartani, a foci szeretetet meg tudjuk bennük, a sport szeretetet meg tudjuk bennük tartani, és ez nagyon-nagyon fontos a város életében. Vinnai Győző, országgyűlési képviselő a határon túli csapatok részvételét emelte ki a tornát megnyitó beszédében. Én azt gondolom, hogy a mai világban, amikor három nemzet, tehát jöttek a Felvidékről, Szlovákiából, jöttek a Partiumból, Erdélyből, Szatmárnémetiből, tehát Romániából, itt vannak a magyar csapatok, három korcsoportban 18 csapatot sikerül a szervezőknek ide Nyírtelekre csábítani, hogy egy kiváló nemzetközi emléktornán szerepeljenek, akkor azt hiszem, hogy egy lépést tettünk előre, hiszen nagyon fontos az utánpótlás, nagyon fontos, hogy fölismerjük a tehetségeket, nagyon fontos, hogy a tehetségek mellett szorgalmasak legyenek ezek a fiatalok, és valójában egy olyan mozgás alakuljon ki bennük, hiszen akkor egészségesek lesznek felnőtt korukban, vagy a versenyszerű sportot is, vagy a versenysportot is műveljék. Én gratulálok a nyírteleki szervezőknek, gratulálok annak, hogy egy ilyen nagyszabású foci emléktornát sikerült itt megszervezni. Az U9-es korosztályban a nyíregyházi Ezüst Csikó KHE nyerte a tornát a szintén nyíregyházi Fekete Gyémántok és az LPS Szatmár előtt. A 13 éveseknél a nyíregyházi Filó Ese lett a győztes, megelőzve a Tiszavasvárit és a szlovákiai Nagysárost. Az U16-os korcsoportban a Napkor, a Tiszavasvári és a Filó Ese végzett az első három helyen. Ott lesz a US Open főtábláján Fucsovics Márton. A nyíregyházi teniszező az elmúlt héten a 99. helyen állt a világranglistán, így nem kell selejtezőt játszania az év utolsó Grand Slam versenye előtt. Fucsovics legutóbb a 1,5 millió euró özdíjazású hamburgi torna selejtezőjében 2-1-es vereséget szenvedett a német Stebétől, így nem tudta gyarapítani világranglista pontja számát, ezért a hétfőn nyilvánosságra hozott új világranglistán korábbi pozícióján 11 helyet rontva visszaesett a 110. helyre. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer néhány mondatban. Az iskolák időben a szeptemberi kezdés előtt megkapják a tankönyveket, tájékoztatta szerkesztőségünket a Könyvtár Ellátó Nonprofit Kft. Ügyvezető igazgatója. Az intézmények több mint 13 millió tankönyvet rendeltek meg, ebből Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 283 iskolájába 843 ezer darab könyvet szállítanak majd ki.
A könyveket az általános iskola első osztályától a középiskola első osztályáig, azaz a 9. évfolyamig ingyen kapják meg a diákok. Vállalkozói inkubátorházat épít, fejleszti a téka tábor területét és ételszállító autót vásárol a nagykállói önkormányzat 3 uniós pályázat segítségével. A legnagyobb beruházás a bruttó 650 millió forintból felépülő inkubátorház lesz. A meglévő vagy betelepülni szándékozó vállalkozások számára ipari csarnokokat és irodahelyiségeket építenek. Véradó kampányt indította a Magyar Vöröskereszt és az Országos Vérellátó Szolgálat. Az augusztus végéig tartó akció célja, hogy különböző nyereményekkel a nyaralások idején is szorgalmazzák a véradói aktivitást. Szabolcs-Szatmár Bereg megyében heti 500 egység vérre van szükség a műtétekhez és a baleseti sérültek ellátásához. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták július 24-én hétfőn. Friss hírekkel legközelebb, holnap este várjuk majd önöket. Tudósításainkat addig is elérhetik honlapunkon. Én köszönöm szépen a figyelmüket, viszontlátásra! Holnap változóan felhős időre számíthatunk, záporokkal. Éjszaka egy gyors mozgású hidegfront éri el térségünket, ami kedden át is vonul felettünk. Az éjjel erősen felhős lesz az ég, zápor várható, helyenként zivatar is kialakulhat. A változó irányú szél helyenként megélénkül, de zivatarok környezetében átmenetileg erős, viharos széllökések is lehetnek. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 17 fok körül alakul. Holnap napközben erősen felhős lesz az ég, zápor várható, helyenként zivatar is kialakulhat. A változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad, majd a nyugatira forduló szél időnként megélénkül, de zivatarok környezetében átmenetileg erős, viharos széllökések is lehetnek. Délutánra 25 fokig emelkedik a hőmérséklet, fronthatás nincsen térségünkben. A kánikulát megszüntető hidegfront szerdára elhagyja térségünket, mögötte továbbra is hűvös, változó nedvességtartalmú levegő érkezik fölénk. Emiatt a hét végéig folytatódik az ilyenkor elvárhatónál hűvösebb idő. Napos és felhős időszakok váltogatják majd egymást, időnként futó záporok is előfordulhatnak. A hétvégén már szárazabb, melegebb levegő érkezik fölénk, így akkor már sok napsütésre, meleg nyári időre számíthatunk, a jövő héten pedig visszatér a hőség is.